Sziasztok, Wiser vagyok, és ez egy újabb ilyen Pokémonos játék. Igaz, hogy már kirendereltem a videót a tegnapi kettő játéka, amit megtekintettünk. És tudom, hogy a hangom rosszabb állapotban van, mint tegnap, mert most egy kicsikét olyan recésebb. De azért visszafogom magamat. Recésebb. Szia, Martin. Sziasztok. A mai első arany, amit megnézünk, az a Pokémon Platinum ezzel a Pikachu-val és Raichu-val, akinek a lábai eléggé furcsa módon lettek levágva a Pushstart nevű fűrész által. Ráadásul a bal szeme az nagyon szépen nézett ott ki. És ezt az intrót, mint hogyha láttam volna már a Shenzhen Nanji féle Pokémon játékokban, csak ott egy főszereplő rohangált, nem pedig ez a Pokémon, úgyhogy eléggé érdekes, ahogy így, most ezt nézhetjük, hogy így fut, és ennyi volt. Na, nézd már meg annak a Raichu-nak a bal szemét és a jobb szemét, sőt a Pikachu-nak is ugyanezt mondom. Hát ott kicsit furcsán, tehát ez, ez egyik lőve. Szemük, az egyik szemük egyrészt ki van színezve, a másik az átlátszó. Na mindegy. Tudod, hogy miért? Miért? Mert be vannak lőve. ezt a szívecskelol féle képernyőt már láttuk kétszer. Én mondjuk már négyszer, de ez mellékes. Jó. Jaj, ezt... nézd! Kicsit déjà vu érzésem van. Na. Igen. Ugyanúgy kezdődik, mint a Hard Gold. Valószínűleg abszolút ugyanarra építették a két játékot. Na most megpróbálom újra letenni a tabletet. Most mondjad. Hogy nézel ki? Most ennyi? Csak azt akartam, hogy megpróbálom úgy letenni a tabletet, hogy ne halljad vissza magad, talán nem is fogod. Na, így, oké, jó. Majd meglátjuk. Jó, nem hallom magamat vissza. Yes. Ó, itt a rigális. Tudom, mit teszem be erről a képről így hirtelen nyében? Mi? Mikor nagypapa a punk volt? Egy a elindulni. Ó! Várjál, a Platinum az... az a harmadik generáció, azt hiszem, mert... Nem, Ruby Silver... Vagy Ruby Sapphire Emerald. Akkor a Platinum az már a Diamond Purple... A negyedik generációra épülő játék? Mit tudom én? Ja, ha tudjam én, hogyha már te nem tudod. Ha várjál, az első volt ugye a... Hát Japánban a Green, Blue... és aztán a Yellow, aztán lokalizálva a Red, Blue, Yellow lett, második generáció Gold, Silver, Crystal, harmadik generáció, hogy volt? Ruby, Sapphire, Emerald, negyedik lett a Pearl, Diamond, Platinum. Pokémon Dirt! Dirt mondta, sián itt egy Dirt. Tehát Pearl, Diamond, Platinum, és az ötödik volt az... Black és a White is, meg van az X meg az Y, aztán majd tudja jön az E is. Honnan tudom ezt? Nem tudom. Nem is játszottam az első generáción túl egyikkel sem komolyabban. Úgyhogy számomra ez picit új élmény lesz. Ó, azért a zene az kezd már még egy kicsikét ilyen magasabban ciripelni a kelleténél. Ide jön beszélünk ezzel a nagyon ilyen Super Mario... Tanuki ruhában levő illetővel, akinek olyan kicsi lábai vannak. Mondjuk a mi lábunk is eléggé kicsi. A testhez képest furcsa, mindegy. Na, elvileg, hogy jól tudom, át kell jönni ebbe a házba, itt. Na, szia, átment már a haverod. Ja, nem, itt van a haverod. Most már átment, de aztán visszajött. Aztán padlás. Igen, ment a padlásra. Amúgy lenne egy kérdésem. Tudom, ez abszolút hülyeség, de nézd már meg ezt a tévét itt az orrom előtt. Mi ez a nagy keret körülötte? Videóton. Várjál, hogy ez kínai fejlesztés, akkor mondjuk már azt, hogy ajvaj. Cigány torpedó. Cigány család. Hajrá Mário, hajrá Luigi, reszkes főteki. Az óra. Nagyon szép ez az óra. Ami amúgy, azt hiszem itt is a Harvest Moon-nak a Game Boy-os verziójából van.
Miért tudok ilyen részleteket? Mit zöld, tudom én? Zöld. Sőt, a szőnyeg is zöld. Meg a... Meg a... A bejárati ajtónál levő szőnyeg is zöld. Ez zöld. Itt is jön egy párbeszéd, ami valószínűleg azt jelenti, hogy itt riválisom el fog menni. Ó, itt a nagypapa! Ez az! Megtudhatjuk, hogy nagypapa pánk volt. Ó, de ezt a bőröndöt figyeld, az igen. Meg azt a villódzást. Hát na, a reszket félelmében. Az igen, benyelte a bőröndöt. Benyelte! Megette reggelire. Na jó. Hoztál túró, Rudi? Kám, ma megettem mind a kettőt. Ó, de déjà vu érzésem van, mint hogy a Hard Goldban is ugyanez lett volna, akkor igazam volt, tehát hogy hülyeséget mondtam, de akkor úgy volt, hogy második generációs térképek, harmadik generációs zene és negyedik generációs Pokémonok. Mondjuk ezzel lehetne vitatkozni, mert a Hard Gold az a negyedik generációs, úgymond remake volt. Mindegy. Győzzük le! Győzzük le! És akkor legyőzzük. Zseniális megfogalmazásaim közepette le fogom ezt így győzni. És akkor legyőzzük. 5 HP-n no. van. És itt sem lépek szintet. Jaj, de jó. Kaptam 2000 pénzt kaptam azért, legyőztem a riválist. What? Az? Érted? 2000-et. 2000? Na, akkor most egyleg már kimehetünk. Nézzük meg itt a menüket. Igen, a Pokémon menü az ugyanaz. Karakterválasztó is ugyanaz. az inventory is ugyanaz. Hát ez egy picit két más színányalatú, de mindegy. És öreg alsóval lehet elmenteni, most ezt nem fogom megtenni. A Leaf Green-nel elkezdtem játszani. És megint egy csata jön? Hogy most ez el fog menni itt? Nem. Szóval elkezdtem azzal játszani, és van egy olyan hülyeségem a játékban, hogy ha átadok egy Pokémonod, azt nem számolja a birtokoltnak. Micsoda? Tehát tegyük föl, hogy Squirtle-vel kezdesz. Eléred a 16-os szintet, átalakul Voltorb-vé, és akkor az eredeti játékokban a birtokolt Pokémonjainak a száma az egyen növekszik. Tehát eddig 6 volt, átalakulok, az már 7. Ebben az esetben nem, 6. Kinek a hülye ötlete volt ez? Most kolyan egy Psyduck az első random encounter. Hát ezt nem hiszem el. Milyen hülyén néz ki? Ez egy ilyen másnapos. Ráadásul 2-es szintű. Amilyen 4, meg a fele. Az basszom be, ha legyőz. Hát nem fog, Gyula. Nem. Hát nem, legyőzlek. Úgy, adjál XP. Azaz, szint lépés, yeah, 6-os szint. Na, és nem tudom melyik irányba kell menni. Ez itt egy csata. Nem, ez csak itt egy párbeszéd, valószínűleg egy itemet adott. Megnézzük. Adott egy potit, helyes. Így. Tegnap kiraktam egy kommentet az játék közben, mármint ez van a Pokémon, hogy mi a hiba a képen, hogy Charmeleonnak kétszer volt ugyanaz a Metachlor mozdulata, lefordítottam, igen. És azt vettem észre, hogy rossz szinteken alakulnak át egyesek. Úgyhogy attól tartok, hogy lesznek itt még érdekes dolgok. Mondjuk azon is kiakadtam, hogy mi a fenének voltak vízi Pokémonok a fűben. Tehát amikor így megláttam, hogy egy Shellder megtámad egy bokorban, az így levetem a fejhallgatomat, magam elé néztem, szerencsére nem volt senki a szobában, mert ha így apám és szerintem megkérdeztem volna, hogy mi a helyzet, és így magam elé néztem és kérdeztem, ezek mi a fasz szívtak? Így hangosan meg kimondtam, ezek mi a fasz szívtak? Szerencsére, hogy ezt nem adta meg senki. De érdekes volt, na, tovább megyünk. Megint ez a zene? Megint itt ez a rivális? Elmondom az őszintét,
a negyedik generációs játékokkal nem játszottam, szóval nekem ezek itt új dolgok. Többnyire bemegyünk ebbe a házba. Itt van a nagypapa, ez az. És... megint ott volt a villogás. Amit akartok kérdezni... Ugye tegnap, mondjuk ezt úgy mondom, hogy a tegnapi videót azt ki sem raktam, hogy a véleményedet azt továbbra is nem akarod így megosztani a nézőkkel? Most nézze, már az előző videó végén kiderült, hogy mennyire hiányosak a Pokémon ismereteim, úgyhogy nem. Jó, nem fogom előtetni, úgyhogy megkérdeztem még egyszer. Kicsit sok a jelenet. Igen, ez bemutatja, hogy itt is a Pokémon Center, ott a bolt, és itt telemegy. Jól van, akkor bemegyünk, és gyógyítani fogok, és akkor az jó lesz, és akkor... nincs levágva, ez az! Nincsen félig levágva a Pokémon Center, ez az! Fejlődtetek, Jinketáj, egy plusz pont! Hogy értékelés lenne, mert ilyen... Az értékelés az olyan, mint egy pontszámot adni egy játéknak, az abszolút szubjektív. Tehát én direkt nem fogok ilyen dolgokat mondani, hogy ez a játék szerintem 7 pont a 10-ből, abba hagytam. Max akkor, hogyha írnom kell. Már akkor értékelni kell. Nem úgy, legszívesebben ott sem csinálnám. De el lettek vetve az ötleteim, Insider Poén, akarom lenni Insider Info, kontrollernél lesznek félpontos értékelések. Okay, na. Hát direkt azt olvastam az első számban, hogy nem, mert mindig csak egész értékelések lesz. És hogyá? Nem? Insider Info. Na, nem érdekel. De érdekeljen, mert pad. Akkor egész értékelések lesznek. Dök 2/2. Mi? Nem lehet tovább menni? Nem lehet tovább menni. Valakivel beszélni kell. Hogy visszatol. Nem mész tovább. Nem. Nem. Kám. Beszéltél már? Kám. Ez itt arról beszélt, hogy Pokémon, de erre a másik, nem tudom miről, mindegy. Bejönünk ide és beszélünk. De? Nem, mint egy macska feje van így hátulról. Végül, hogy nem Adventure Time feje van. Ebben a játékban is lesz ilyen Mordecai. Ez nem... Várjál. Ez nem az. Ez nem az, jó van. Ennek csak ilyen alma feje van. Alma. Alma. Ott van még egy alma fejű, tessék. Amúgy egész jó lenne ez a játék, csak az a helyzet, hogy így... Lehet, hogy kevés zene van ebben is. Amelyiknek a kivitelezése az nem... tűnik olyan... hát hogy mondjam... korrektnek. Na ez a zene viszont megint itt van, és ez még mindig tetszik. Lehet, hogy ezt fel is fogom majd egyszer használni. Van is a sejtésem, hogy hogy. Már mondjuk beszélnem kell az illetővel, hogy mikor lesz kész az animált intro. Jaj, lelőttem egy poént. Majd egyszer kész lesz. Sorra lövöd le a poénokat. Hát figyelj! Nem mindenki nézi végig a videókat, szóval aki nem nézi végig, hát tough shit, nem marad róla. Ennyi. Veszek mindenkivel, hát ez kell ide. Majd elkezdtem mondani. Tough shit, stay classy. Ja, stay classy. Akkor bemegyünk ide. Ajaj, véletlenül mellé nyomtam, így. Kevés volt eddig a csata, ez gondolom megfigyelhető. Hát, jaj, átviszálljuk nullásra. És mentem így, hát ha esetleg ott tartok, hogy folytatom. Lehet, hogy ezt fogom csinálni, hogy mint a Livrin esetében így fogok dokumentálni egyes dolgokat egy Wikipédia oldalra. Wikia oldalra, bocsánat, mert nem hivatalos. Na, talán lehet már menni? Nem. Vissza. Annyira lakadok a játékban. Legalább őszintén bevallom. Na. Ja. Ja, Adolfo, ja. Günstig. Günstig, az S a spórolás. Az S a spórolás. Az S a spájzolás. Itt erre adó után szabadon. Az S a spájzolás. Az S a szíd és újra csak spájzolás. Szíd büdzsé. És tele lesz a Winchester. Igen. Jól van. Kiparodizáltok sikeresen egy SBG reklámot. Büszke vagyok magunkra. Miért? CBA reklámba raktál be egy nót.
Vagy nem, nem is az a... Már volt rögtön be, hogy így beforog, nem forog be, hogy a pénztár fogott a kijelzőn, vagy ott a pagó, bagó tarton, ami ugye ott akkoriban még volt, oda raktam 6 éve? 7, 5, 6, faszom tudja. Ezzel nem nagyon akarok ilyen vélemény kifejtős videókat csinálni, mert azt akarom csinálni, amihez kedvem van. Tehát, hogyha tegyük föl, hogy van olyan dolog, amiről szeretnék beszélni, ilyen volt az internetadó, akkor tényleg elkezdek beszélni róla, és akkor vagy az van, hogy így 10, 15, 20, 25, 30, nem tudom hány percig beszélek, az internetadó esetében is volt 46 perc, vágatlanul ráadásul, amit megvágva valószínűleg lett volna 5, mindegy. Szóval ennyi, meg azért nem csinálok ilyen személyekről videókat, mert nem akarom tényleg, hogy ez így elterjedjen. Nem szeretem, hogy erre igény legyen, hogy X kiparodizál Y-t, és akkor ezért Y-t lehordják a sárga földig, X-et pedig istenítik. Nem, én ezt nem szeretném. Próbálom ezt elkerülni tényleg, mert nem akarom ezt, hogy ilyesmire legyen igény. Direkt így szembe megyek az ilyen dolgokkal, hogy nem azt csinálom, amire igény van, hanem azt, amit én szeretnék. Már megint itt vagy? Legyőzzük. Igen, frameskipeltem. Nem érdekel. Nem érdekel, igénytelen, tü. Mert a való világot föl se hoz. Nem akarom fölhozni. Nyugi. Este 10 órakor ez ugye a másik szobában, interneten keresztül. Így van, ő á. És én mindig nem tudok tovább menni. De tovább tudok menni. Anya, ezt elszóltam. Magar is veled a jórsz, helyes. Na, lehet csatázni. Ú, de rondán néz ki. Megint itt van egy ilyen tips mix figura. Ezt fogjuk most legyőzni. Fogod? Hát reméljük, hogy lefogom. Ez az, legyőztem. Amikor oda lett a fél HP-m. Ha megint te... Hát ez le fog győzni, mert van valami státusz effekt rajta, valószínűleg az, hogy paralizáltok. Hát én azt ott nem tudom. Nem, legyőzöm. Legyőzöm, akkor is itt van nálam egy poti, sőt már kettő is. Legyőzöm. Legyőztem. És büszke vagyok magamra. Nem vagyok. Akkor venjük ide a pöcbe. Pad. Fapad? Évi 80 kibaszott milliárd. Sorra hozzuk fel a szar dolgokat. Hát figyelj, most komolyan érdekelne engem, hogy miért kell erre évi 80 milliárdot költeni. De őszintén, most ez abszolút így politikától semleges kérdés, hogy mi kell ezen évi 80 milliárdba, hogy karcsú majmot adunk délután. Komolyan, ez engem érdekel. Ne, megint itt van a kedvenc karaktered. Szóval, mi kell ezen évi 80 milliárdba? Mi a... Magyarország szeretlek? Ez azért kérdezem, mert nem tudom. Szóval, tényleg, mi kell ezen annyiba? Ez jó kérdés, látod. Ezen még el lehetne töprengeni egy olyan pár napig. Pár napig? Hülye vagy? Többet? De tényleg? Most ez az erővel akár erre is lehet egy videó, de mondom, akár lehetett volna arra is, hogy Bajor Imre haláláról egyesek fölkapnak és erről beszélnek, hogy több klikket kapjon az oldaluk, de most őszintén, mi kerül ezen annyiba? Ráadásul nem két csatorna van, mert én úgy gondolom, hogy a két TV, három rádió felállás az bőven elég lenne Magyarországra, ehelyett van öt. Indul egy jövőre, indul egy utána. Szóval mindegy. Na, szerintem ezt most hagyjuk itt abba. Még mielőtt elpolitizáljuk, hogy mit tudom én. Tudosság, ja. Sajtos kifejtés, Hofsperec. Sziasztok. Oké, csöcs.